szabad kezelőtel, hogy ez a szövegezet, amit van nálad szervezem, hogy 2001 óta igazából, 2000 óta vagyok aktív szereplője a rendezvénynek, először itt egy alá is vettem részt benne. És amiről beszélni szeretnék, az tulajdonképpen az, hogy egy ilyen rendezvénynek a szervezőjeként én hogyan látom a hagyományőrző szerepét ebben az egészben, meg hogyan vagyok, hogyan szeretném látni, és hogyan vagyok kénytelen látni, és hogy milyen nyomásoknak és milyen hatásoknak vagyunk kitérve, mint szervező. Ugye ahhoz először, hogy tudjuk, hogy a Szamáriai Karnavált, a Szamáriai Karnavának van egy előzménye. 61 és 69 között Szombathelyen volt már egyszer Szamáriai Karnavált, ami tulajdonképpen egy ilyen, akkor is egyik kitűzött célja az volt, hogy tanítsuk szórakozva az embereket, és ennek volt nyilván egy ilyen szocialista elképzelés, egy szocialista eszme győzelmének a manifestációja volt tulajdonképpen a karnavál. És a legfontosabb eleme az tulajdonképpen az volt, hogy megemlítsék a város történetét. Gyakoriban viszonylag könnyen ment, hiszen az összes állami céget megbízták, megkérték, és nagyon kötelező is volt ebben részt venni, a cipőgyártól kezdve a Remixen át, az összes nagy szombathelyi vállalat, vasutasok, a katonák, a nem tudom, mindenki részt vett ebben, és tényleg ilyen több ezres felvonulásokat képzeljünk el. Most ugye nagyjából, aki látta a karnavált, azt tudja, hogy nagyjából 900 ezer fő vonul föl a karnaválon. Annak idején ez jóval több volt. És az egész város történet megjelent, igazából egy napig tartott a rendezvény, nem ilyen több napos volt, és tulajdonképpen a belvárosnak egy egészen jóval kisebb részén vonultak föl, ez a Szilianos utca volt, aki nem szabad nem fogja tudni, ez a Nagykemencei résznél indul, ott vonultak el a felvonulók, az elvtársak és a pártok és kormányoknak a vezetői előtt, és aztán beálltak a főtérre, és végig vonult rajtunk a történelem. Gyakorlatilag Sikovics Imre és Gombos Katalin azt hiszem voltak, akik ezt marrálták az egészet, és elmondták, hogy mi történik éppen. Nagyon komoly munka volt mögötte, itt látunk egy különböző, azt épp hoztam ezt a néhány képet, hogy lássátok azt, hogy ez milyen is volt annak idején, és hogy milyen volt a történelmi hitelességhez fűződő viszonya akkoriban ennek a rendezvénynek. Azt mondjuk most, hogy semmilyen igazából, pedig egyébként meglepően sokat mutattak annak, hogy milyen legyen. Tehát, hogy amit elmeséltek, az legyen hiteles, a ruháik azok a lehető nagyjából hitelesek legyenek, pedig hát nyilván 60-ra akkor tudtuk, hogy nem éreztek ki a rómaiak, de mégis így jelentek meg. Itt azt hiszem, hogy törököket látunk, itt hát ezek valami lovakok, ugye vissza fog még jönni ez a fogalom, ezt még fogták, hogy még ezzel ma valami lovakok, nem tudom, hogy kitenítek még éppen a képen. És egy évben a végén aztán megjelent az SS is. Ezt azért tettem ezt egy nagyon kis sztorival hozzá egyébként a karnál történetéről. Ugye 61-től azon 99, azt hiszem 65-ben talán kimaradt, és aztán egész szűnt a rendezvény, és azt, hogy miért szűnt meg, az egyik mende mondva az volt, hogy azért, mert ugye mindenki mindenkor megjelentődött, a végén aztán nyilván a 19 Gumbélával, aztán az oroszok is előtte ugye a másik világháborút is meg kell tenni, főleg azért, hogy a dicsőségesen Magyarországot felszabadító orosz szolgálathadseregnek a Nimbus és a szocialista rendszer győzelme az kellett, hogy éppen kidomborodjon és ne essen miért viszonyítani, és ehhez kellett néhány SS keretnek. Én a cipőgyár fiatal dolgozói vannak egyébként. És ugye tehetünk ez, hogy milyen jelen is van, meg jó a huli is, meg nagyon jó volt, és akkor végett az egész felvonásnak, és a srácok beültek a főtér sarkán levő később Hungária kávéház néven elhíresült szórakozó helyre, és hát már sikerült a szerepbe maradni elég rendesen. A sörmennyiség is emlékezett arra, amit annak idén a derékeszes legények megittak. És aztán olyan siker, annyira beleérték volt a szerepbe, hogy ezt elkezdett énekelni, és az Ágyiák Gyúvajt a szívű dalének, és hát pont akkor történt, amikor van egy fontos budapesti elvtárs éppen arra járt a kávézőt, és beléltett, hogy mi történik, és látta, hogy ott éppen a SS legények üdvözlik a SS tudták, és kárkáznak hozzá. És akkor azt mondta, hogy gyerekek, sok ezt a történetből kérdezős elvtársak, és megszólt a karnavált. Ebben a valam nem igaz, de az viszont igen, hogy valóban nagyon sok kritika érte a rendezvény összességében, és Sinkovics Imrel tudjuk azért azt, hogy bár kötött volt a szöveg, azért beesen pészte ebben az egészben a nemzeti múltnak a fontosságát, ez a történet, mint olyat, és hát ez tényleg lehetőségnek így sok volt. Tehát jöttek ilyen kritikák, hogy elveszte, jönnek a történet ilyen mélységben, és nem biztos, hogy ez így jó, és különben is. Meg hát pénz sem volt. És az, hogy a pénz sem volt, ez megint csak egy fontos
most olyan lesz, mert tényleg pénz. A pénz az mindig a komoly problémát okoz egy rendezvénynek a szervezésre. Most akkoriban a Karel ebből állt. Tehát volt egy nagy felvonulás, és a végén volt egy színpadi program gyakorlatilag a nagytemplom előtt. Azt narrálták, aztán elvonultak a főtérre, és itt véget ért a rendezvény, nem volt oda semmilyen kísérő, semmi. Ja, volt a standok, itt a kettek az emberek, de messze nem volt az olyan hungry, mint amilyen most. Ugye ehhez képest ma a Karnál anyagban így néz ki, és a központi elem az ma is egyébként a felvonulás. Ugye ez az, ami megmaradt, ez 2000-ben jött újjá. Az első két évben tulajdonképpen volt egy színházi produkció, ami hozta ezt a módból ezt az elképzelést, hogy a város történetében fontos epizódok jelenjenek meg. Így aztán voltak benne kerták, volt városalapítás, voltak gladiátorok, voltak. Volt benne Mátyás király, állítólag egyszer játék, nem játék, egyébként, mert itt ha járt volna. Környéken vadászok tényleg, ezt tudjuk, de hát most megy elég nagyozak ahhoz, hogy nem szombatér soha nem fordult elő. Napolaomhoz nem tudtunk eljutni, bár lefogja egyébként ő is, aki megállt egyébként, megszálltak a franciák valóban Szombathelyt 1890-ben, de most javítsam, aki ezt jobban tudja. És tényleg több napig itt állomáshoztak. Napolom, mint tüzér, fölolgott a dombra, és lenézett, azt mondta, hogy ide, éppen nem megyek. És aztán nem is szállt meg Szombathelyt. Ezek a felszerelések nyilván egy fokkal közelebb állnak ahhoz, amikor aggódunk arra, hogy milyen lehetett egy római katona felszerelése. De hát aki római is itt a helyszín, azt tudja, hogy azért ez hagynak után még mindig bőven kívánivalót. Ugye ez egy örökös probléma, erre is ki fogok majd térni, hogy mi mégis miért szerepel például akár Szalállerió, Szombathely, Szalállerió Karnál. A másik nagyon fontos, hogy a közönség. A Szalállerió Karnálnak a létrejöttében, az újraindításában nagyon fontos volt, hogy elképesztő mennyiségű civil polgár állt a dolog mellé, pénzzel, paripával, fegyverrel, cégek támogatták a karnát az elején, és beöltözik a városnak, nem is alapján, de nagyon sokan beöltöznek tényleg, ma is egy nagyjából 900 ezer fős felvonulókból körülbelül hát legalább 200-300 ember az egyszerűen civil beöltöző, aki nem hagyományőrző, egyszerűen szeretné, hogyha ott tud a domolni ő, a családjával, a gyerekével. És nyilván ez nagyon fontos számban, amikor én a felvonást összeállítom, kit engedek be, kit nem engedek be, kit szeretném, hogy valami kéz, aki ne vonuljon. Ez a felszerelés nyilván nyomban sem emlékezett a római felszerelés, semmilyen szempontból. Ez nem egy római gyerek, hát nyilván van, nem. Még csak az, hogy egy római katonát eljátszó római gyerek, az sem igaz. Tehát most mondjam azt neked, nem. Nyilván nehéz. Az a közönség. Mit szeretne a közönség? A közönség ezt szeretne. A közönség a felvonuláson elsősorban látvány szeretne, elsősorban showt szeretne. A mozgalmas dolgot, valamit, ami érdekes, ami látványos, ami nem látok még máshol. És ehhez nyilván szükség van arra, hogy a karnálában ne csak megmenőző tanuljanak, vagy újrajátszók, hanem legyen benne minél több show elem is. Ez az egyik, hogy szerettem volna mondani egy összességében egy elsőre. Showt akar a közönség. Tehát mi van az egykori Szalállerió történelmi karnál, vagy egykori Szalállerió karnál, egy Szalállerió napokból leteszem a Szalállerió történelmi karnavált, aminek az egész működésében, az egész megemlítésében, megjelenésében egy nagyobb szerepet játszott aztán az, hogy legyen benne show. Nyilván az első évben is volt a főtéren zenei színpad. Volt, amikor 3 zenei színpad volt, amikor 4 zenei színpad volt, most éppen 2 zenei színpad van, a főtéren egy nagy zenei színpad, és van a sörtén egy kisebb zenei színpad, és hát ez a költségvetésünkben is nyilván meglátszik. Egy másik felvétel a főtéri, valamelyik főtéri koncertről nyilván, ez egy sok ezer ember, nem is 10 000 ember, de talán a környékén levő ember van ilyenkor a főtéren egyébként. A számokat, a gonosz számok, hogy hogyan néz ki a karnevának a költségvetésének, hogyan mondjuk a számai. Ugye van a karneválon, egy összköltségvetés, ami 104 millió forintból gazdálkodik a rendezvény. Ez egyébként az évek alatt szinte alig változott, ez mondjuk ezelőtt 10 évvel ez kb. 120 millió volt, 100-120 millió, most meg 140.
Az eltelt 10 évben az infláció kiszámolja, tudjuk, hogy ez messze nem tervezi azt, amit az infláció megtudja. Ebből a programokra most összesen, ami közvetlen program költség, de azt jelenti, amit mi, mint rendezvény szervező, van egy kisebb csapat, 80-90 vagyunk körülbelül, ugye van 11 pár nagy helyszín, és meg csomó kis kísérő helyszín, az ezeken fellépő művészek, előadók, artisták, egyebek, mindenkinek, amit közvetlenül ők kapnak meg, az 50 millió forint körülbelül. És ebből az elejére programoknál egy kb. 20 millió, és hagyományőrzőkre, a felvonulásra, a tüdőprogramokra, utcai balhékra, csetepatékra, vásári artistákra, mi egyébre, meg másik. Szóval többi 10 az a kisebb rendezvényekre osztjuk el, nagyjából így lehet mondani. És ebben nyilván nincsen benne a technikai költségvetés, ebben nincsen benne a utcazárások, a biztonsági őrök, az áram. Nyilván, hogy könnyű volt annak idején 120 millióban rendezvényt csinálni, amikor nem voltak ennyire szigorú feltételei magának a rendezvénynek. Emlékeztek, hogy melyik évben volt a Budapesten a tűzjáték nála rettentő összeomlás, és utána elképesztően megszigorodtak a feltételei annak, hogy videóért nagy rendezvényt csinálni, és ebben számos dolog benne van a biztonsági ügyek számától kezdve a lezárás, a minőségéig, módjáig, időben, egyébben. Ez elszállt a költségek. Az egyik, a másik az, hogy a rezsiköltség emelkedésével, ami nyilván minket érinti, ki kell építeni mindent. A Szombathelyen nem úgy van, hogy van egy kész park, és akkor a kész parkban zajlik valami, hanem tulajdonképpen a belváros le kell zárni, és föl kell építeni a rendezvényt. Színpadokat, négyeket, tehát rendkívül sokba kerülő mutatvány. Úgyhogy ezekre mind tekintettel kell lenni, és emiatt ez nyilván nem egyszerű. Most ehhez képest mi az, amit mi szeretnénk itt karrálni? Mi is azt szeretnénk, hogy annak idején elődjék, hogy szerettek volna, szeretnénk tulajdonképpen tanítani és szórakoztatva. Ez a cél igazából. Nem is lehet itt ebben részletek, és van még néhány emlék így ebben a történetben. És szeretnénk, hogyha hiteles rekonstrukció lenne, hiteles rekonstrukció lennének meg a témaparkban, érte mindez alatt a viseletet is, meg az életmódot is. Ez mondjuk mi ezt szeretnénk. Ehhez képest van egy csomó másik erő, ami szintén szeretne valamit karnevál. De mit szeretne a politika? A politika azt szeretné, hogy a karnevál legyen bazi nagy. Tavaly hány voltak? 110 millió? 110 ezer? Ide legyen 140 ezer. És ott ez a cél. Nyilván ez tényleg erről szól, hogy minden évben az elején volt ér, hogy tovább nem lehetünk többen ide, mint tavaly miért. És ez egy nem egy jó elvárás, de hát ez van. Mit szeretne a vásáros? A vásáros szintén azt szeretné, hogy legyen rengeteg ember. Akkor tud költeni. Mit szeretne a hagyományos? Ugye ezt láttuk az előbb, inkább azt, hogy legyen buli, legyen tánc. Nyilván ez fontos. És néhány, amit nem mondtál, Darien, és szerintem kimaradt egy nagyon fontos szempont. Én azt gondolom, hogy nagyon sok hagyományőrzői motiváció az is, hogy egyszerűen kiszakadjon a napi rutinból. Otthon hagyja azt, amit egyébként napközben napjában csinál, és együtt lehessen ezzel a különleges kultúrát művelő barátaival. Ez még cserélhessen, találkozhasson velük. És nyilván van aki persze ebben tanulni szeretne. Az érezhető, hogy nem csak azért találkoznak a többiek, hogy lássam őket, hanem hogy megtudjam azt, hogy éppen egy aktuális trend. Sőt, én azt gondolom, hogy én is így működöm egyébként, mint rendezvényszervező, hogy tulajdonképpen nyilván vagy nem. A kanállal meg kell érteni tulajdonképpen, hogy ezt szeretnék, ez a cél, a város történelmi valahol szerepet játszik, fontos történelmi volt, mindegyiket. De a kiemelkedőből párat, akkor is a Rómát meg kell érteni mindenképpen, a Kubuszkot meg kell érteni lehetőleg, és napkolában mondjuk. Hát nem beszélve a nyilvánval, hogy szintén, aki beleférne. Hát nem nagyon hiszem, hogy lenne olyan ember között, aki ezekben mindegyikben otthon van, én sem. Én 20x évet csinálom, de én sem fogok tudni felismerni, még most sem. Egy lombai csinálatos, nem tudom mondani, hogy most ez hiteles, vagy hiteles. Ti viszont igen. És igazából, ahogy én működöm, én nekem vannak referencia személyeim ebben a szubkultúrában, aki azt mondom, figyelj, te ez jött most, szeretnél fellépni, így szólsz hozzá. Elküldöm a képet megnézni, mondanám, amit megbeszéljük. Nem tudom mások, hogy működnek, én így tudok működni, mert nyilván, hogy nem tudok csak ezzel foglalkozni, egy csomó, de más is csinálok. Mit szeretne a közönség? Ezt szerintem jól látjátok ti is, hogy a közönség leginkább elsősorban showt akar. A közönség azt akar, hogy duranjon, nagy legyen, akció legyen. Hogyha a Szavári, a Karnevál, a
Ezt én mindenki ott van. Kérlek, én ott a Panamában még innen. Mindenki ott a Panamában. Ha nem kell elmondani azt, hogy Panamának igazából ugye helyileg is egy egészen kicsi része az, amelyik a hagyományokosan foglalkozik, ez maga a téma park. A Panamá 100-100 átoltájához képest a parkban körülbelül most 5-6 ezer jönnek be. A virág, hát aranyidőkben annak idén akkor 10-re jöttek be, akkor ás volt a kert előzés és könnyebb volt. És sajnos az a baj, hogy a kertre magára rákérjük költeni, hogy 5 millió forintot körülbelül alsó. Pusztán ahhoz, hogy az ágyagolásnak a szintjét elérjük. Ez rengeteg pénz, nem tudjuk, hogy lesz-e de van a kert. Bízunk benne, ez nem fog történni, addig csak küzdünk itt ezzel a történettel. De azt látja, aki ott volt, az látja azt is, hogy melyek azok a programok, amiket igazából a közönséget terelnünk kell, de nem férünk el. Két ilyen nagy programmal pillanatnak, azok a Kassainak a program, illetve a Hallamiától. Nyilván a többi ugyanolyan, szóval ez nem minősítésre, ez csak azt jelenti, hogy a közönség szempontjából ezek a programok azok, amik a leginkább a közönség belül. Ezt szeretné leginkább látni. Mi igyekszünk ezt alakítani nyilván, és tök jó volt, hogy a Hallam volt egy olyan év, amikor sőt, utána kettő is, amikor tényleg tudtam szakértőket hívni, és volt egy ilyen kvázi mustajelevű rendezvényen a Panamában, ahol azzal foglalkoztunk, hogy ott egy szakmai fórum, ami létrejött, és ott tudtunk tényleg beszélni arról, hogy a konkrét viselet hiteles, nem hiteles maga, amit látunk a műsor, az jó, nem jó. Ugye hiába hiteles a rekonstruált viselet, hiába tökéletes minden, hiába a mögött egy elképesztően pontos történelmi tudás, hogyha mit ott kiállok, ezt nem tudom elmondani. Ha nem tudom ezt úgy előadni, hogy a közönséget az érdekelje, akkor ez nem fog menni. És az a fajta irigykete nézek egyébként a Patikton Múzeumra sokszor, mert nyilván itt egy olyan keret van, egy olyan lehetőségek vannak ahhoz, hogy meg tudjon valósulni az a fajta élő történelmi rekonstrukció, amit az igazából tényleg jó lesz, az nálunk a Télaparkban nagyon nehezen mostatom, mert egyrészt több pénz kéne hozzá, másrészt ezt így nagyon nehezen tudom elképzelni, de egyébként ebben gondolkodunk, hogy ezt pedig nem így volna, mert ez tényleg tök jó elképzelés. Mi alapján választunk? Még azért nem az érdekli a megjelölt, hogy kit választunk, miért őket választjuk és miért nem másokat választunk. Ebben rengeteg szempont van egy panámai fellépést, hogy ki miért jön. És mit elmondtam, hogy ki mindenki szól vele, de beleszólhat mindenki. Ugye a szombatján a panám olyan, mint az országban a foci, mindenki ért hozzá, hogy a rendezvényt szervezni. Miért ott áll a biztonságért, ott miért a biztonságért, miért nem lenne felvonulás, miért nem arra megy, miért nem áll meg mindenhol, miért nincsen. Tehát rengeteg szempont van, de milyen hatások élnek bennünket. Van a politikai résztében. Most szerencsére az a korszak, ez volt egy időszak, amikor ez tényleg olyan szinten ment, hogy konkrétan a képviselő beleszólt abba, hogy kinek már pedig vonulnia kell, és kinek már pedig szerepelnie kell. Voltak huszárok, akik nem kellett most lenni, például ott voltak. Vagy a teketésre, akinek ott kellett lennie mindenképpen, ha nem, mert hogy XY-nak szerette volna, miniszter úr. Nem nézte, de még lehet, reméljük, hogy nem az. Ez egyik, ami belejátszik ebben nyilván. Ezek ellen küzdöttünk, és azt mondom, mostanra ezt talán már nincsen. Ami persze az is érdekes, hogy vajon a politika ma miért nem foglalkozik ezzel, de foglalkozik helyette, viszont ezen nem karokkal. De ott nem mondják, hogy kinek kell fölgépni. És nem így nézzük, hogy most komolyan nekünk föl kell, pedig szombat jelentéki város. És mégis vannak ilyen küzdelmények, és valamikor nem tudok ennek mondani, de egyszerűen muszáj, hogy legyen valaki. Aztán van egy ilyen érdekes szempont még, ez nagyon a szombatján legalábbis, nem tudom máshol is így van, nálunk így van. Ez a befolyásos ember, meg a hagyománytisztelet. Ez egyesetek főleg, most nem azt jelenti, hogy valaki aki pénzzel támogatja, vagy valaki, aki megmondó ember a városban, hanem a pozíciójánál fogva az elmúlt években a Karnevában nézett munkája révén egyszerűen számít a véleménye. Hagyománytisztetben itt van például a Magor. Vegyük a Magor. A Magor csapat hol nőtt ki, annak idén a Balázsnak a munkája csinálja a Magort. Egyébként vezeti 20-20 évek óta. És a műsoruk nagyjából, amióta emlékszem, sokat nem változott. A viseletük sem sokat változott. Viszont tényleg csinálják 20 év lelkesedéssel
Már nem mondják egyébként el azt, hogy ilyenek ott komolyan egészen biztosan. Most nálunk nem mondják el. Már nincsen karikásos sport, nekem is nálunk nincsen. Akkor lehet évkülszónokat kötni, és itt én például eljött tudok menni magunkkal szemben, hogy ezt megengedjük, hogy ennek is kapjanak területet ezen a rendezvényen. De nyilván jól mondjuk annak, amikor valaki képes arra, hogy meghaladja saját magát és tudjon fejlődni. Ilyen az örülnék egyébként annak is, aki nálam ment, tehát nagyon-nagyon komoly módosulás, nagyon komoly fejlődése. Jó lenne, hogyha ez a hagyomány tudna folytatni tovább egyébként, tehát remélem úgy szokott még egyszer, majd lesz egy örülnék. Aztán mit szeretnék tőletek én kapni? Legyen minél hitelesebb. Nyilván ez több fontos. De tudom azt, hogy itt jó volt már szó a szélanászikról, tudjuk, hogy kik azok, akik nagyjából olyan csapatban azok. Nekem nincs olyan baj, ez tök jó. Nekem referenciát jelentenek egyébként, tudok hozzá menni bármikor. Te figyelj, ez jó lesz, nem szasza, hogy lenne már, nézd meg, hát ez opnián fordítva a barban van rá. Emlékszem egyszer, volt egy hasonló rendezvényünk, mert ilyen, mint olyan őrsok Egerben. Többen mondott azt, hogy a hossz is talán. A civil csillagokra gondolsz? Nem a civil csillagok, ez kifejezetten egy ilyen gyorsan jellegű konferencia volt, és ott is fellépett, hogy ott is előadott néhány különböző kollega, és arra ment a diskurzus, hogy a nemez fejfedő, az nagyon varrásra ráadott-e, vagy össze nem ezelték csak simán. És akkor ehhez képest van a közönség, aki azt mondja, hogy jönnek valami lovagok, sőt ránk mondták azt, hogy jönnek az indiánok, mint legjobb szavárja vonult, és nézd már, úrjéről jönnek az indiánok. És ez tényleg így volt. Elképesztően messze van a közönség igénye, és elképesztően messze van az a szint, amiről itt mond, ahogyan ti most itt például, amilyen mélységben ti belementek és beszéltek erről. Ugyanakkor ezt tök ugye csináljátok, mert ez kell ahhoz, hogy mi rendszer, hogy választani azt, hogy jó, ez akkor valószínűleg jó lesz. Ez egy szempont. A másik szempont mindenképpen az sajnos, hogy ki tudjuk fizetni. Tudom azt, hogy ma egy 14% lovas felszerelésnek a költsége az egy lovas kiállítás, az 1 millió forint alatt nem áll meg, sőt, szó nincs, hogy benne egy hiteles romai felszerelés ma szerintem Vilmos segítsák ide 6-7000 forint körül, amire ezt összerakott teljesen. Ez rengeteg. Mi ezt tudjuk, hogy rengeteg pénz, én is tudom, rengeteg pénz, de mikor rendezni egy összköltségvetésében, nekem mondom azt, hogy gyerekek, igen, ennyibe kerül egy legjobb csapat. És ha lényeg vannak, az nagyon hülye néz ki, legalább kerül 10, mert 10 alatt, hát most tényleg jó, ez jó, hogy még egy sátor sem kiderül, tehát egy adicsi nem szükség. De egyébként tényleg muszáj nekünk ezt szempontként nézni, mennyibe kerül a csapat, hogy már az a legjobb. A másik az a műsor. Mi a műsor? Egyetlen kell egy műsor, nálunk kell. Van, ahol ezt nem kell, nálunk muszáj legyen valami fajta tényleg egy ilyen egymást váltó műsorban a Ferences kertben, a témaparkban. Ne legyen túl hosszú, igazából 20 percnél többet senki nem bír figyelni egy ilyen rendezvényen. Legyen dinamikus, legyen humoros, és igen, lehessen kiállni. Tehát legyen ott valaki, aki elmondja, mert voltak a nélek, amikor voltak tök jó felszerelt, teljesen hiteles csapatok, és ott kiállt egy kedves kislány, kordi ruhában, és Siri hangon elkezdtem mondani, hogy mit látom, hogy felolvasva a papíron, és a második kártya van mindenki aludt. Miközben tök jó lett volna, hogy csinálj egyébként, de sajnos egy gyerek aludik, és egy gyerek. Aztán nyilván fontos szempontot is, hogy legyél elő magunk szíve, és akkor könnyen bejutsz a szarjákkal, ne lehet, hogy nyilván. Úgy, ez így szól. De ez is számít egyébként, hogy milyen a viszony, hiszen kit ismerek, kit nem ismerek. Ahogy nyitottak vagyunk egyébként, tehát mindig lehet újként is jönni, azt gondolom, hogy a világ nagyjából ez, de rengeteg probléma és rengeteg gond van, és ezek az egyik, amit elmondottam egyébként, ez a fesztivál. Két amely gondot látok én, ami hagymányőrző oldalról okoz problémát talán náluk. Az egyik az, én X-el nem fogok egy táborban lakni, én X-nél nem fogok sátorozni, mert hogy ellopta nem tudom mit, meg hogy hogy ő ilyen üzen. Konkrétan volt olyan fellépő, aki miután leszerveztük már minden, és szervezésre jutott, hogy minden más megvolt, mennyire jönnek, hol fognak lakni, mi lesz a felvonáshoz, hogy lesz a program, mindent tudtuk már. A felvonás alatt egy nappal azért, mert a felvonás sor egyébként máshol tettem volna őket,
mint ahol ők szerettek volna lenni, de hát nem lehetnek, hogy előttünk, hát nem lehetnek előttünk, előbb voltunk. Mondom, ez pedig most már így ment ki, ez a negerem, ez most már így lesz. Hát akkor ők nem jönnek. Hát akkor nem jöttek. És így aztán nem jött pontosan megegyünk a karnamára. Nem vagyok hozzá, nem jött a karnamára. Az egyik ilyen probléma, hogy szerintem ez ki lehet küszöbölni. Én azt mondom, mindenki felnőtt annyira, hogy ezeket a problémákat, ezeket át lehet kidalni, nem lehet beszélni. Akár még egyébként ehhez amúgy fórumot is nagyon szívesen, hogy egymással csapatot tudja megbeszélni, és mindig üljenek a megegyezetnek, hogy legyen valami béke. Tényleg szívesen is egyébként. A másik az ez. Ez nehéz. Tudom, azt én is csináltam, én is járok, hogy mindig járok egyedül, legalábbis amúgy mindig az öntözmény, ahol még öltözöm én is. És hát nyilván szeretünk volt. Magyar ember az alkohol, vagy igazából magyar értelmésen, hogy a két utál, az egyik az alkoholizmus, a másik meg járhatatlan. Tényleg nagyon sokan iszunk ebben az országban, és akkor még keveset, de azt gondolom, hogy ez tényleg valamilyen módon kordában kellene tartani, és nem volt, és ebből egyébként gondolja, amikor volt, aki azért nem jön hozzánk egyébként a karnál, az érdekében szerepel az, hogy az alkohol befolyásoltságot, hogy miért egyik a rendezvény alatt. Tehát én oda mehetek egy szondával hazátok, hogy újjára ez, és azt láttam, hogy van mert alkohol, hanem a pályát jól küldeni. És ez pedig is talál. Vannak ezért olyan karnálában. Ez egy adottság, No, hát igazából összességre itt akartam mondani, és én azt szeretném, hogyha ez egy vonatébresztő lenni, és majd beszélgetnénk inkább arról, hogy ti mit gondoltok erről, és itt van egy kérdés, mert hozzám szervezőhöz, és akkor legyen majd, hogy beszélgetnénk.